Serbán Andi. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár, a legutóbbi videóban pedig megígértem nektek, hogy kisorsolom Barabási Albert László legújabb könyvét, a Képletet, ezt Andi nyerte, úgyhogy fel fogom venni veled a kapcsolatot, majd megadod a címed, azt továbbítom a Librinek, és előbb-utóbb meg is kapod a példányt. De ma valami egészen mással készültem nektek. Azt a videót, amit most fogtok látni, azt körülbelül 3 hónappal ezelőtt vettem fel, és azóta is apránként folyamatosan vágogatom, szerkezgetem, hogy a mai formáját elnyerje. Körülbelül egy 1,5 órás nyersanyagról volt szó, nem volt egy egyszerű menet, viszont szeretném hozzátenni, hogy agyat boncolunk benne. Tehát, aki nem szereti ezt a látványt, vagy nem szeretné látni, teljesen megértem, nyugodtan kapcsoljátok ki a videót. Viszont, akik szeretnék megnézni, azoknak hajrá, ugyanis nem akárkit hoztam el nektek, aki ezt az egészet bemutatja, hanem Nyerges Andreát, aki alkalmazott nyelvészetet tanul, ezen a területen kutat, és így boncol agyat. Van azonban még valami, amit érdemes tudni róla. Látásérőt vagyok, tehát ha így most így látjátok, hogy így matatok a kezemmel, meg ilyenek, azért van, mert én ezt így csinálom alapból, és én vagyok látásérőtként az első ökör, aki ilyet művel. Még mielőtt megmutatom nektek a felvételt, néhány megjegyzés. Andi az agyat egy vágóhídról szerezte, az állat húsát szokás szerint feldolgozták, tehát nem emiatt lett leölve az állat. Nem használunk gumikesztyűt a boncolás során, egyrészt mert Andi sokkal kevésbé érezné a finom szerkezeti részleteket, másrészt pedig lényegében egy konyhai hús készítményről vagy nyersanyagról van szó, viszont utána nagyon-nagyon alaposan kezet mostunk. És a harmadik megjegyzés, hogy amellett, hogy alapvető anatómiai ismereteket is szerettünk volna megmutatni ebben a videóban, azért Andi szemléletmódja sem teljesen mellékes, sőt, a videó második részében egy picit beszél majd a kutatásairól is, és arról, hogy mi az alapja annak, hogy felnőtt korban is lehet nyelvet tanulni. Na de most nézzük a boncolást! Sziasztok, én Andi vagyok, és alkalmazott nyelvészként az agytevékenységek kutatásával foglalkozom. Szerintem ebből ki is lehet találni, hogy mit fogunk boncolni, méghozzá egy... csirkecombot. Amint látjátok, ez nem egy kifejlett embernek az agya. Ez milyen agy, amit boncolunk? Birka agya. Ezt most megfoghatom? Persze. Nem tudom, fogtatok-e már agyat? Nem, így, nem ilyen a szerkezet alapból, ez most egy kiengedett, tehát pedig mélyhűtőben pihent. És mivel hát elég gyorsan kellett kiengedni, ezért a szerkezet meg az állaga sajnos kicsit jóval eltér a normálistól. Nézzük meg, hogy mi az, ami szabad szemmel is látható itt rajta. Ez a gerincvelői rész. Tehát ha a felső részét nézzük az agynak, akkor 4 darab lebenyre tagolódik, egy frontális lebenyre, egy parietális lebenyre, egy temporális lebenyre és egy occipitális régióra. Ez pedig a cerebellum. A cerebellumot kisagynak itt szokták hívni azért, mert nagyjából úgy néz ki, mint normál agy, és ezek mind az agytörzsön pihennek. Ja, annyit még elmondanék, hogy látássérült vagyok, tehát ha így most így látjátok, hogy így matatok a kezemmel, meg ilyenek, az azért van, mert én ezt így csinálom alapból, és én vagyok látássérültként az első ökör, aki ilyet művel. Ez honnan jött neked egyébként? Úgy jött nekem, hogy én alkalmazott nyelvészetet tanultam az egyetemen. Szerintem sokan vannak nyelvészek, akik ennek ellenére nem kezdenek el agyakat boncolni, pláne hogyha gondjaik vannak a látással. Ez így van, viszont nekem kezembe került egy cikk, amiben nagyon-nagyon sokat meséltek az agytevékenységekről, és ez engem annyira megfogott, hogy azt mondtam, hogy kerül, amibe kerül, de én ezt csinálni fogom. És hát a tanáraim is eredetileg nagyon rossz szemmel nézték, hogy nem is tudod így. Hogyan kezdted el megtanulni, mert azért valljuk be, az anatómia könyvek azok elsősorban azoknak készültek, akik látnak, még és az ábrák alapján tudnak tájékozódni. Hát én először azt csináltam, hogy elolvastam egy csomó cikket a saját témámon, tehát egy alkalmazott nyelvészeti témában, és eredetileg így fingom nem volt arról, mert elnézést kérek, hogy miről van szó,
és csak úgy megpróbáltam behelyettesíteni az alapismereteim segítségével, hogy miről is beszél a cikk. Aztán azt mondtam, hogy jó, amikor már eleget megértettem, és amikor már én is fel tudtam állítani a saját elképzeléseimet, akkor megvettem egy atlasz, egy online atlasz, amit képernyőolvasó segítségével tudtam használni. Ábrákat hogy tudod képernyő? Az ábrákat sajnos nem. Tehát így a lényegében hozzám csak a szöveginformáció az, ami eljut. De aztán meg azt mondtam, hogy jó, akkor ha most már ez is megvan, és tök jól tudom az anatómiát, elméletet, hasonlók, akkor most ideje agyad boncolni. Nézzük akkor okay. A gyakorlatban. Jó, tehát az agynak a külső felszínét borítja egy úgynevezett dura mater. Ez egy kemény hártya réteg, és ez azért van, hogy védje is az agyat, meg hogy adjon neki egy struktúrát is. Látjátok ezek a barázdákat? És ezek a barázdák, ezek kézzel is egész jól érezhetők. Megpróbálhatom? Persze. Megpróbálok nem oda nézni, hogy... Mit csinál? Hát, Andi, én nem tudom, hogy te ezen mit érzel, mert ez az egész egy ilyen homogén szmögy. Mélyedéseket keres. Nem nézek oda. Hát itt érzek egy mélyedést, ez a hossz irányban, ahol a két félteke elválik egymástól. Jó, átadom, visszaadom a terepet. Vannak ezek a kis szarvacskák, ezeket úgy hívjuk egy frontális pólus. Például a jobb frontális pólus, az a nevetés központja. Bizony, haha! Tehát ha elfényítgetem, akkor nevetünk. Hát mondjuk, ha nekem birizgálnád, így lehet, hogy én már nem nevetnék akkor. Valószínű. Ha most rosszul csinálom, akkor levágom magát az agytörzset is, amit nem szeretnék. Ezért szoktam előtte leválasztani róla. Tudom, hogy millióan megkérdezték már, de nem félsz, hogy magadba vágsz? Nagyon nem. És most mutatok egy érdekességet. Ehhez most nem fogom fikét használni, leszek olyan barbár állat. De ha leválasztom az agytörzsről az egész felső rész, akkor itt látható, hogy ha ide belenyúlunk, icipici kis kamrácskák vannak itt. Ők ventrikulumok, ők az agykamrák. Kicsit úgy érzem magam, mint a vészhelyzet forgatásán. Vagy. Ugye? Itt van ez a kis izécske, ez a sok kis redős valami, na ez a cerebellum. Az agytörzs részei. Itt a gerincvelő. Medulla, pons és midbrain. Ezek az agytörzsnek azok a részei, amik a nem tudatos agyi működésünket szabályozzák, mint légzés, szívverés, vérnyomás, emésztés, és bizonyos funkciók, tehát mozgásfunkciók, motoros funkciók. Tehát ha benyúlsz a cerebellum... Csak hogy érezzem, hogy mi az, amiről ha benyúlsz a cerebellum és az agytörzs közé, láthatod, hogy konkrétan így átöleli a cerebellum az agytörzset. A cerebellumunk alapja van véve az a szervünk, ami a koordinációért felel. Itt ugye kapcsolódik fel a cerebellum az agytörzsre. Ha megnézitek, majdnem ugyanolyan szerkezete, mint az agynak. Ezért hívják cerebellumnak, tehát kicsi agynak. És ha jól vágom az agyat, a cerebellumot, akkor meg fogjuk látni azt a jelenséget, amit úgy mondjuk egy arbor vidi, az életfáját jelenti. Akkor átveszem tőled a szikét. Jó. Kaptam olyan tippeket, hogy inkább több apró vágást csináljak. Ezt kéne látni! Úristen, ez nagyon jól néz ki. És ez tényleg olyan, mint egy fa. Uh-huh. Itt lehet látni az életfáját. Ezt az agyat szerintem most ennyire trancsíroztuk, bocsánat, ennyire boncoltuk szakszerűen. Azokról a kutatásokról tudsz mondani pár szót, amit mondtál, hogy azt vizsgáljátok, hogy hogyan lehet felnőtt korban is hatékonyan nyelvet tanulni? Ez igen. Lehet, hogy sokakat érdekel. Valószínű, igen. Az agyat úgy képzeljük el, hogy amikor életképes lesz, akkor nagyon-nagyon sok információt, mindent magába szív. És mindent megpróbál feldolgozni és eltárolni. Na most úgy, hogy itt van előttünk ez az agy, nem akarom azt mondani, hogy az agy úgy működik, mint egy szivacs, mert ebben az esetben tényleg úgy néz ki, mint egy, nem tudom, két hónapja használt, undorító mosogató szivacs. No. Vannak kritikus periódusok, amik korra értendők. A kritikus periódusok lezárása az azt jelenti, hogy egyre több olyan információt zár ki az agy magából, amik a saját túléléséhez, a saját működéséhez nem
fontosak, nem lényegesek. Ilyen például a nyelvi információ, ami azt jelenti, hogy anyanyelvi szinten, ha beszél valaki egy nyelvet, akkor az összes többi nyelvi információt az agy el fogja vetni, habár fel fogja ismerni őket még egy ideig, viszont ha több nyelven beszélnek, tovább fennmarad. Na de hát akkor, aki folyamatosan nem volt tréningezve, gyerekkorától kezdve, akkor már ne is számítson arra, hogy felnőtt korában nyelvet tud elsajátítani. De számíthat, ugyanis van az agyunkban olyan rész, amit úgy nevezünk az egyik nyelvészet elmélet szerint, hogy Universal Innate Language Acquisition Device, tehát veleszületett nyelvtanulási eszköz, amivel a nyelveknek a nyelvtana az univerzális lényegében. Csak kisebb eltérések vannak. Ezért, ha megfelelő feladatokkal újra stimuláljuk az agynak az occipita temporális régióját, a Wernicke és a Broca területek, valamint a, hát lényegében az egész agyra értelem, mert ahhoz, hogy beszéljünk, ahhoz nagyon-nagyon sok agyterületnek kell egyidejileg együttműködni. A neuronokat úgy kell elképzelni, mint az izmokat. Meg tudnak erősödni, el tudnak sorvadni. Viszont a neurális ösvények, amik képződnek, ezek folyamatosan létrejövő idegi kapcsolatok során tudnak létrejönni. Ezeket a boncolásokat, amiket használsz, fel tudod használni közvetlenül is a kutatásaidban? Tehát ezek bekerülnek mondjuk majd a diplomamunkádba, vagy TDK munkádba, amit csinálsz, vagy ez tényleg csak hobbi marad? A TDK-ban nem került be, tehát a TDK dolgozatomban az még nem volt benne, és ez nem is hobbi, funkcionális emeli vizsgálatokkal kell bizonyítanom azt, hogy a nyelvi információ valóban leképeződött az agyban. És ezt csak úgy tudom elvégezni, ha konkrétan ismerem az agyi anatómiát, ismerem, hogy melyik terület mit csinál, tehát igen, ezek bekerülnek a kutatásokba. Hát sok sikert kívánok neked mindenféle további kutatásokhoz, és köszi szépen, hogy megmutattad nekünk ezeket. Én köszönöm a lehetőséget. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok! Mondjad, hogy sziasztok! Sziasztok!